kiválasztó szerrendszerünkkel fogunk megismerkedni. A kiválasztó szerrendszerünk legfontosabb része ugye a vese, mivel páros szervezés a vesét, és természetesen még nagyon sok minden kapcsolódik hozzá, ezért nevezzük szervrendszernek. Nézzük is meg akkor a szervrendszer felépítését egy kis segédanyag segítségével. A szervrendszerünk, a kiválasztó szervrendszerünk az a hasüvegben, illetve a medenceüvegben helyezkedik el. A hasüvegben hátoldali tájékon a páros vesék találhatók. A vesékből páros húgyvezetékek vezetnek a húgyhólyagba, és a húgyhólyagból pedig a kiválasztott vizelet az a külvilágba ürül. Nézzük egy kis játék segítségével, hogy mi micsoda itt. Akkor ugye láttuk, hogy a felső kettő páros vesénk, ez a kettő levezető sárga vezeték a húgyvezeték, a raktározó szervünk a húgyhólyag, és a húgycső az, ami a külvilágra vezeti. A legtetején találtunk még egy dolgot, mi is az ott? A mellékvese. A mellékvesék nem a kiválasztó szervrendszerünkhöz tartoznak, csak anatómiailag oda kerültek. Úgy szoktuk mondani, hogy a vese csúcsán sapkaszerűen elhelyezkedő két szervünk, és az mirigyes szerv, amely a neuroendokrin rendszerünknek részben része, hát majd a hidegrendszernél, meg a hormonrendszernél lesz róla igazából szó. A modell segítségével meg tudjuk nézni még azt, hogy milyen komoly kapcsolata van a vesének a vérrendszerrel, hiszen a vese a vérből választja ki a vizeletet, vesekapon keresztül átírják is vénátékünk be és ki, látjuk itt, hogy bőven áthálózzák a vesét. Vesének egyébként ugye vese alakja van, vagy babalakja van, lehet rajta majd vitatkozni, hogy vajon, hogy mondjuk a vesének van babalakja, vagy a babnak van vese alakja. A szervrendszerünk áttekintése után magát a legfontosabb szervünket is megnézhetjük. A vese felépítésével tisztában tudunk lenni. Tehát itt van a vese kapu rész, ahol ugye látjuk a pirossal belépő artériát és a kilépő vénát. A vese kapun lép ki a húgyvezeték, egészen vastag cső, aztán később lépkedik el. És a vesének pedig van egy struktúrált szerkezete, amely szövetekből és egy nagy üregből áll. A szövetes részét az kívülről befelé haladva kérgállománynak és velőállománynak tekintjük, a kérgállományra és velőállományra tagoljuk, és végül a vizelet itt választódik ki a vese medencébe, amely üreges szerv, és a vese medencéből, tehát a húgyvezetéken keresztül tud eltávozni. Na, a játékunk segítségével ezt is tanulmányozunk akkor. Ugye az volt, hogy kívülről a kéregállomány alkotja, majd a vese felőállomány következik, vese piramisokat találunk a felőállomány által alkotva, vese medencébe vezetik a vizeletet, ehhez hideget lépnek be, természetesen a hidegek is ott vannak, és vese kapunak nevezik azt a részt, ahol a meleg hideget és a húgyvezeték kilép, és akkor ezt pedig itt ugye a húgyvezeték, amely eltávolítja a vizeletet.